A Progresszív Szlovákia Együtt pártkoalíció lett az európai parlamenti választások győztese. Őket a Smer szociáldemokrácia követi, ugyanakkor a kormánykoalíció pártjai gyengén szerepeltek a választásokon. Sem a Szlovák Nemzeti Párt, sem a Híd nem szerzett mandátumot. Nem értékek mellett zajlott a hétvégi EP választás, hanem inkább tükröt tartotta a szlovák belpolitikai helyzet elé. Ezt mondta a Híd listavezetője az eredményeket értékelve. Nagy József a párt 2,6%-os szereplésének okát abban látja, hogy a választások nem az európai témákról szóltak. A szavazóik megbüntették őket a kormánykoalícióban való részvételükért, valamint az elmúlt hetekben vihart kavart himnusz törvény is sokat ártott. 32 ezer szavazat volt 5 évvel ezelőtt, úgyhogy nem voltunk ebben a koalícióban, hogy nem volt himnuszügy. Akkor én 6 ezer különbséget nem tartom akkor a tragédiának. Az másik kérdés, hogy mennyire tudtuk mobilizálni. De a mobilizáció viszont egy ilyen választási kampánya nagyon fontos. Egy parlamenti választásnál sokkal fontosabb az üzenet, a politikai üzenet. Tehát nekünk az a fontos, hogy azt tudjuk megadni. A politikus szerint a jelenlegi helyzetből a Híd számára a kiutat a Magyar Közösség pártjával való együttműködés jelentheti. Mindenképpen az együttműködés lenne az a üzenet, ami a választónkat és a többiek választóit és a eddig otthon maradottakat is meg tudná szólítani. Én arra fogom buzdítani a párt kollégáimat, hogy próbáljuk keresni azokat a pontokat, amiken együtt tudnánk dolgozni, együtt tudnánk működni, és ne azokat keressük és láttassuk, amikben nem tudunk. A Híd politikusa azt tervezi, hogy a magyar kisebbségvédelem érdekében felvegyék a kapcsolatot az RMDSZ képviselőjével. Nagy József szerint nem szabad hagyni, hogy 500 ezer szlovákiai magyar érdekképviselet nélkül maradjon Brüsszelben. Hasonló tervez az MKP is. A párt 4,96%-ot szerzett, ami kevés volt egy mandátumhoz. Most mindent megtesznek azért, hogy a Kárpát-medencéből az Európai Parlamentbe jutott magyar képviselők a felvidéki magyarok érdekeit is képviseljék. Az eredmények kapcsán pedig önreflexiót tartanak. Végiglátogatom újra a járásokat, végignézzük, hogy milyen kondícióban van a tagságunk, hol miképp működött a kampány, melyik térségben, milyen kampánystílus működik, hol kell felrázni, hol kell újra gondolni, hol kell újra tölteni a Magyar Közösség pártjának képviseletét. Tehát mi nem állunk meg azzal, hogy most 400 szavazaton múlott a bekerülés, az egy tény, tudomásul vesszük, a munka folytatódik. Az MKP listavezetője szerint a csalódottság ellenére biztató hír, hogy a párt 9 év parlamenten kívüli politizálás után választói körében megtartotta a hitelét. Dél-Szlovákia meghatározó járásaiban kiváló eredményt értünk el, és a legjobb eredményt értük el az adott járásokban. Ha valaki ebben a teremben azt mondta volna egy héttel ezelőtt, vagy egy hónappal ezelőtt, hogy közel 49 ezer szavazatot szerez a párt, akkor azt azonnal aláírtuk volna, hogy ez egy kiváló eredmény. Cselki Pál szerint ugyanakkor túl sok felvidéki magyar maradt otthon, míg a szlovák szavazók aktívak voltak. Ez pedig nem segített az MKP-nak. Azért nézzünk önmagunkkal szembe, tehát itteni magyar közösség. Mindenkinek le kell vonni a következtetéseket, ha szükséges, személycseréket kell végrehajtani, de a felvidéki magyarságnak vissza kell térnie az etnikai politizáláshoz, értékelt az MKP országos tanácsának elnöke. Azokban a helyzetekben, amikor a közösség ügyei iránt kell kiállni, akkor össze kell fogni. De ezt viszont csak etnikai alapon lehet elképzelni. Nem képviselheti az itteni magyarság érdekeit egy olyan szlovák, aki nem ebbe a közegben nőtt föl, ha úgy tetszik, nem az anyatejjel szívta magába a felvidéki magyar problémát. A párt országos tanácsa egy hónapon belül értékeli a választási eredményt, és elkezdik a felkészülést a 2020-as parlamenti voksolásra. A küldöttek meghatározzák majd, hogy a sikeres választási szereplés érdekében mely pártokkal üljön tárgyalóasztalhoz az MKP.